és most itt az első OSZ ember elején. Alarcont állították ki, és járathatja a magyar csapat a labdát. Burján teszi be, és megvan az első gól. Ugye sokatszor próbálkoznak a centernek történő bejátszása, gyakorlatilag ez először vezetett eredményre, emberelőnyben a spanyol csapat. Szilárdi, aki állított. Delera, ő lövi el, és ezúttal megvan az első spanyol gól. Jól megjáratták Várnai vissza Burjánnak. Jön a bejátszás, és a kiállítás menetrend szerint gyakorlatilag. És itt van az, amikor a nem center-center jelesül Erdélyi Balázs, és meg tudja szerezni azt a fort, amit ilyenkor meg kell szerezni. Erdélyi most már kint, inkább ez az ő helye, Burján. Bent lenyomták a kiemelkedő magyar játékost, viszont megvan a lövés Erdélytől. Az, aki mint Hárai Balázs center váltótársa még mindig nem játszhat, és talán nem is edzhet. Közben újra átlövik a zónát, nem volt valami túl acélos a blokk. Igen, Delera megint, ugye őnek itt van ez a kísérlet, ugye Allegri az egyik, aki bejött a lecserélt két játékos helyére, és közben a túloldalon egy gól. És rögtön jön egy kiállítás ezen az oldalon. Most a spanyolok játsszák ki, és belövik. Ez egy végtelenül okos játék volt Carillo-tól. Várnai volt a kiállított egyébként, nem Carillo lőtte a gólt, hanem... Igen, ez teljesen egyértelmű, hogy azért a meccsek elosztása nem mindegy, hogy hogyan alakul. A spanyolok hozták el megint a labdát, immáron másodszor tette meg ezt Delera, és ráadásul gólt. Szóval azt kell mondanom sajnos, hogy egy zónát nagyon komolyan... A zóna eredményességét nagyon komolyan befolyásolja. Hoppá! Megadták a gólt. Megvan a bejátszás, és ez egy ragyogó center teljesítmény. Gutiérrez Santiago, hogy hol másik csapat játékosai érintették a labdát. Barroso, nagyon jó volt, hogy Tóth kilépett rá, és ellövi Barroso. 6-4 most már a spanyolok. Csacsovszki. Ennek a tornának, vagy mérkőzés sorozatnak az egyik sajátossága ez a gyakorlatilag számolatlanul adott emberelőny. Gól! Gyönyörűen lőtte be Csacsovszki. Szóval nagyon-nagyon sok ember. És amikor elérkezik az ellenfél támadó idejének az utolsó néhány másodperc, akkor húzódnak vissza a centerre, hogy nehogy ott megoldják egy kiállítás kiharcolásával, vagy egy jó bejátszással. Most kiállítás ezen az oldalon, Prieto hagyja el a medence játékra kitalált részét. Erdélyi, és egy gyönyörű gól a hosszúba, remekül engedte. Gutiérrez Santiago volt, aki oda nyúlt a bejátszott labdával, gyakorlatilag a magyar játékos elé, és elütötte a labdát. Igen, hát ugye a magyar kispad az nem véletlen reklamál, mert Bundzsú Eriknek... úgy adták be a labdát, hogy gyakorlatilag ő rögtön kapu felé volt fordulva, és megint egy center akció a gólbundzsukról. Adódhat a hét lövéses különbség a statisztikában. Várnai néz körbe, és megy közelebb, és lövi el. Remek. 7-7. Ugye egyetlen... Jobban kilépnek, főleg így a támadó idő vége felé. Ez azért megkönnyíti jelentősen egy kapusnak a dolgát, hogy leginkább egy oldalról és középről lehet csak lőni. Ezt viszont most bevarták. Carillo. Középen kell állnia. Tehát azért itt nagyon kiszolgáltatottá teszik a kapust abban az esetben, hogyha mind a két sarokra lehet lőni, akár a jobb, akár a bal oldalra, mert így nagyon nehéz úgymond elővételezni a helyzetet. Gyönyörű. Salamon lövése után épp hogy de beporoszkált a labda végül is a... Tehát inkább talán a rövid alsó sarokba tudott volna dalagolt lőni. Ajjaj, és még megint egy gól. Megint Carillo középről. Hát ez így nagyon nehéz. Csapat leginkább azért nem kap emberelőnyt. Nincs center pass nagyon, illetve hát gólokat lőnek az akciókból. Gyönyörű volt, gyönyörű. Nagyon jó ütemű keresztpasszból.
a hosszút meg. És akár végig is viheti, de inkább visszapasszolja. Barroso. Rodriguez, Martinez és Barroso. Ott a szél és a jobbkezes játékos Chico a jobb szélről bepattintotta, nem ért át. Hát így tévén keresztül talán inkább kiállítás volt. Elképzelhető, hogy a Tóth Marci megfogta az ellenfele nadrágát. Chico. És erre adták a kontrafaltot. Delera. Allegre. Most sikerül azért olyan közel lépni az ellenfél, hogy ne tudjon lőni, és hát ez nem igaz. Itt már lejárt volna az idejük. Milyen százalékkal véd a kapusod? Csak kettővel védje jobban, mint az ellenfél. Carillo tette vissza. Delera, és ez bemegy. Középre mutatnak, úgyhogy 9-12. De esetre ez most egy szerencsés spanyol gól volt. Jön egy kiállítás. Sánchez Campos a kiállított, és Erdély a gólszerző. Hát szóval erről beszélek, amikor a döntetlen, ugye akkor az OSC-nek is 7 pontja lesz. És a másik két győzelme a szerbeknek, illetve a magyaroknak nagy gólkülönbség a szerbek javára, úgyhogy a döntetlen nem jó az OSC-nek ezen a meccsen, úgyhogy itt most vagy nyernek, vagy nem. Ugye hát ez azt jelenti, hogy 3 góllal meg kell nyerni a hátralévő időszakot, de mondjuk egyet le lehet már itt dolgozni, meg is van Erdélyi az 5 méteressel. Láthattuk, hogy sikerült az imént. Salamonnal birkózik Allegre, és ő mehet ki. Újabb emberelőny, Salamon zicsere, 12-12. Salamonnak vérzik az ajka, még az előző védek. A csoport elsőséghez. Barroso. Ezt nagyon jól csinálják. Nem az első ilyen, amit látunk, hogy ugye jön az ijesztés. Hanem itt nagyon szépen végig kell játszani a támadó időket. Azért nem mindegy, hogy mennyi energiát ölnek egy-egy ilyen felzárkozásba a csapatok. Delera teszi tovább Barrosónak. Le a sarokba. Delera, Barroso. Tovább húzzák felső léc, és visszapattan a labda, úgyhogy folytathatják. Megszerezte Rodriguez, és utána belőtte Delera. Itt... És Piller, Salamon és Erdélyi tulajdonképpen két lövőhelyzetből dobta tovább a labdát, és ide került a fiatal Sziládihoz. Nem tudom pontosan mennyi idő volt hátra a támadó időből, de hát ez, amit az előbb mondtad, hogy azt a fullback. Burján teszi be, Erdélyi. Burján nem tudja előni, nagyon figyelnek rá ott azon az oldalon. Átmegy a labda a túlpartra, remek lövés, Dala keményen be a léc alá, 15-16, 2 perccel a vége előtt, egy kicsi reménysugár lehetne. Burján. Erdélyi. Burján, az gyönyörű. Na ezeket vártuk tőle, és utána egy összeakaszkodás Carillóval, 15-14, nem is valószínű, hogy lesz 2 akciója az OSC-nek ezen a mérkőzésen. Hát, igen, sajnos Salamon felé elkövette azt a hibát, hogy egyedül volt, annyira egyedül volt, körülbelül 3-4 méterre nem volt tőle senki. Egy-két lövőt sem belefélt volna még a lövés előtt, és akkor talán könnyebb lett volna gólt lőni. Hát így viszont ugye 12 másodperc láthattuk, és ebből még el lehet indítani egy akciót, hát ha lesz belőle jó lövés, lehet bizony. Ott az esély, egy ejtés, és ez is kijön a felső lécről. És ez bemegy. Tóth Mártoni az utolsó gól, még Motosz Márti megpróbálta vízzel kifröcskölni a labdát a kapu előteréből, de ez nem jött be, úgyhogy Tóth Márton a gólszerző. Hát látszik, hogy olyan sokkal boldogabb nem